fölért, mire kifutott a zene. Az esztergomi születési Suzuki. Second ladies semifinal of the day, then to see who joins Lisa Ashton in tomorrow's final. Kerry Crompton is the referee. Második helyre van rangsorolva egyébként Suzuki, Greaves pedig a hatodik helyen kiemelt. Két nyert szettik. Ugye a világranglista adja a kiemelést, nem pedig az előző VB eredménye, ezért második helyen van kiemelve Suzuki, nem pedig az elsőn. Hát nagyon jól el van még ott a színpadról is pacsizgat. Nem mintha nem pacsizta volna végig az egész brigádot, aki ott állt a bevonulásnál. De Bob Griffs is még egy utolsó szurkolói töltetet fölvesz magának a mérkőzés előtt. A női mérkőzések gyorsan leperegnek, hiszen két szettig tartanak, két nyert szettig. Erre nagyon kíváncsi vagyok erre a mérkőzésre, hiszen mégiscsak a világbajnok játszik a fiatal Greaves ellen. It's the first set, the first leg, and it's bow to throw first. Game on. Greaves kezd. 57. 57-essel. Most se szabad elfelejteni, hogy Bo Greaves is világbajnok egyébként, a VDF-nél megnyerte a lányoknak a világbajnokságát. Ugye ez a két évente tartandó VDF világkupának hívják, World Cup-nak, de ugye az a világszervezetnek a világbajnokság, ami két évente van, szintén két évente van felnőtt EB, és minden évben van utánpótlás ifjúsági Európa-bajnokság a VDF-nél. World Darts Federation. 70. Ennek a szervezetnek az ernyője alatt van elméletek a BDO is, bár most megszakították egy picit a jó viszonyt azzal, hogy a ranglista versenyeknél VDF, BDO gyakorlatilag egy kis opciót kidolgozott, amivel lehet választani, hogy valaki csak VDF ranglista versenyez, és ugye a BDO-val így igazából egy picit próbálnak elszeparálódni egymástól. Úgyhogy ez is nehezíti egy picit a BDO-nak a jelenlegi sorsát, hogy vajon a VDF milyen irányba indul el. 59. Sok ez a szervezet, legalábbis annak tűnik, de azért ez nem olyan bonyolult, van egy profi szervezet és van egy amatőr szervezet, ebből ugye a VDF és a PDC a két világszervezet. 45. Lehet ezt mondani, a BDO az ugye elvileg egy brit közösségi szervezet, erről már beszéltem, na közben 145-nél, és csak az a fránya 145, de már megszületett, itt kidobták. Az eddig, jó, ez nagyon szép kör volt Greavesnek. 129. Tökéletesen 16-ot elfogyasztotta magának, igen. Pontjainak jelentős részét. 140. Dob egy 140-et Suzuki, és dupla 8 Greaves. Még mindig ugyanaz a feladat áll előtte. És bedobja, és megnyeri az első leget, saját kezdését Greaves. Szóval, hogy azért a BDO-nak az identitása az, ami most nagyon érdekes helyzetben van, mert nem lehet tudni, ők kvázi világszervezetként tekintenek magukra, de a két világszervezet meg egy picit vívódik ezen, hogy mit csináljon velük. Olyan értemben, hogy a VDF ugye most mondom egy kicsit, hogy próbál távolságot tartani, és kvázi mint egy tagszervezetet kezelni, ugyanúgy, ahogy az összes többi országos dárt szövetséget, mint akár a magyar, ugye az is egy tagszervezet a VDF-nek, ugyanúgy, mint a BDO. A PDC meg ugye, hát nem érzi vetélytársnak, ettől függetlenül már többször felmerült az, hogy valamilyen együttműködés 82. kialakuljon, hiszen azért a BDO elég komoly táborát karolja föl az amatőr játékosoknak, és az amatőr alatt megint hangsúlyoznám a státusz. Na nézzük, mert lehet, hogy lesz egy 180, nincs, 140. Ott viszont nem jön tripla. Egy 60-as Suzuki-tól. Eljut kiszállóra így a japán.
A Gritsch most hátsó pályán nem tündököl. Opa, egy ötös. Tripla 20. És egy 19-es, ez nagyon szép kör volt. Lement 62-re. Kiszálló megvan Gravesnek is, de egy nagyon magas értékű 143-as, és ezek a 62. Opa. Ez nem volt bekalkulálva. De hát ez valami egészen extra teljesítmény lenne, az a 143 megdobása, ami nincs is meg. Viszont Suzuki egyenlíthet dupla 16-tal, és elsőre bedobja a duplát. 1-1. Száznegyvennel kezdik Reeves a saját legét. A tripla ötösben landol Suzuki első nyila ebben a körben. 55. Ha már szektor tévesztés, akkor legalább egy tripla jött belőle. Mondjuk az ötösnél ez még oké, a hármas, vagy az egyesnél nem túl komoly dolog, sovány vigasz. Százas. Éha, hármas dobott. Ott most jön a tripla. 83. Szépen korrigálta azt a rontott nyilat. Na jön a tripla 20. Dob be 140-et. Dob! 140 és 206-ra lemegy így. Bele kell erősíteni Griffsnek. 56. De nem húz bele. 167. Egy nagyon jó kiszállót csinált Suzuki. Nem így. Bowyer require 167. 75-öt dobott. Az nagyon kellett, ez a lenti tripla 19 Griffsnek lemegy így 70-re. Tripla 20 jó. 13-as. Majdnem jó volt a tripla 13 58 is, maradt. Sima 13. 40-re letette magát. Na most, hát Griffs kényszerben van. Az biztos, az nem jó ott. Bedobja! De gyönyörű volt! Így aztán tök mindegy, hogy 39 vagy 40. Nem hallottam egyébként, mit mondott a helyi speaker, mert azért sajnos Kerry egy pár szó már elszámolta magát, de azt tudja, hogy dobott egy tripla 20-ast, egy 13-as, meg egy 18-ast, az ugye 91. Hát nem tudom, mitől lett a 131-ből 39, de mindegy. Ez ugye akkor lett volna érdekes, hogyha most ezt nem dobja meg, ezt a bult. Pontosan. 45. És 45. Eddig mindenki nyerte a saját kezdését, saját legét. 59. Meg kellett igazítani a klipszet, vagy mit? Mi történt? Lehet, hogy a sugógép van ott a haja alatt. Mit kell dobni? 140. Most jó hallottam. Hát, hogy japánul mondják neki a számokat. Azt azért láttuk, hogy az interjú az még nem nagyon megy, sőt, egyáltalán nem.
szinte meg sem akar szólalni angolul Suzuki. Hoppá! Egyesbe is, ötösbe is. Egyébként tilos fülhallgatott egy egyéb zene, vagy ugye egyéb eszközt a fülbe. Egyedül a zajok elnyomására használatos füldugót lehet használni, de hát azt itt a BDO-nál annyira nem hiszem, hogy fontos használni. Nincs olyan óriási nagy zaj, amit ki kéne zárni. Hát ez csak 41, tehát itt azért Greavesnek nyílik lehetősége. Kellene tripla. A dobe. Nem dob. Legalábbis triplát nem dob. Nyilat dobott. Ó, tökéletes. Az is jó szerintem. Benne volt bizony a triplában. És így dupla 16-ra kiszállózhat majd. Most viszont dob egy nagyon jót Greaves is. Dupla 16-ra. Lent, kérlek, köszi. Na végre. Kettő-kettő döntőleg, amit Greaves kezd. És eddig nem volt breakleg. Százas kezdésnek. Miközben kisegítettek, hogy 92-t mondott a hölgy, azért került 39 a táblára, tehát megint elszámolta magát. Azt nem tudom, hogy ez hogy jön ki neki, hogy dob valaki 100. egy 8-as végűt, meg egy 3-as végűt, abból hogy lesz 2. Na de várjunk ki, akkor mert mi van? 13, okay, 10. Elszámolta magát, 40 helyet kikerül 39, és akkor... Hát az a baj, hogyha nem szól a játékos, akkor a szabályok alapján... tehát még akkor nem szól, amikor bent van, értem, a nyíl, akkor ugye hallgatni kell, hogy mit mond a speaker. Hogyha meghallod, hogy rosszat mond, akkor nem szabad kihúzni a nyilakat, hanem megmutatni neki, hogy hát ez nem annyi. Aha. De hát azért ez Suzuki esetében egy kicsit problémás, mert ugye nem nagyon kommunikál senkivel angolul. Japánul nem hiszem, hogy bármit is értene 100. a speaker, úgyhogy nem olyan egyszerű, de egyébként... azért egy ilyen tévés rendezvényen, ahol lehet látni, hogy mi történt, ott azért nem fog ekkora vitát gerjeszteni, hogyha valaki 60. mielőtt rádobna a 39-re, korrigáltatja a pontszámait, hogy hát megmondja, hogy mit dobott, azt akár vissza is lehet nézni, kvázi egy videóbíró. Azt akartam szinten mondani, egy VAR technológiát, hát azt is meg kellene vezetni. Le sem volt-e a kettes nyíl, kettes számú nyíl le sem volt-e, és akkor ezt megnézik. És ha igen, akkor nem adják meg. De szóval vissza lehet úgy javíthatni, és valószínűleg 40-re vissza tudták volna rakni a pontjait egyébként. Nagyon szépen megdobta a bult, és lemegy 51-re. 121-re Suzuki, megvan a tripla. Izgulhat most Greaves. 11. És a bull, azt nem dobja be. Na, megint elszámolja magát a hölgy. És besokkal. Tehát figyeltetlen. És ezzel lehet, hogy el fog menni neki a szett. Dupla 16. Bedobja Suzuki. Óriásit hibázott Greaves. És ez a szettbe került. Hát igen. Ugye, hát most mit mondjak erre? Lehetséges lett, jobb lett volna 51-nél, nem? De hát mondjuk ezen a szinten ezt meg kell tudni dobni egy sima szektort. De ugye azt is szokták mondani sokszor, hogy célszerűbb olyan szektorra rámenni, ilyenkor kerekíteni, amivel nem tudsz besokalni. Tehát 11-essel mondjuk, vagy 15-össel, 36-ra. Na de hát ez az amatőröknél van. Tehát... Igen. Tehát ez tény és való. 50-nél is van, aki azt mondja, hogy nem ennyi rá 18-ra, mert 54-je besokkalsz, hanem dobj egy 10-est. Mert ott a tripla 10-zel nem tudsz besokkalni. De nyilván ezen a szinten azért a világbajnokságon ezt nagyon nagy hiba volt Bogrisznek, és nagyon-nagyon nagy árat fizetett érte. Ezek fogják egyébként majd megtanítani erre, hogy oda kell erre figyelni.
Na most, hogyha ez benne marad, akkor el is dől a meccs. Hát ezt azért nem lehet könnyű feldolgozni magában, hogy simán megnyerhette volna az első szettet. Igen. Hát simán, az túlzás, de megnyerhette volna. Jön az 57-es leváltásból. 96 pont. Az nem jó. 100-as. Hú, de jól dobja most Graves. 180, és egyből egy nagyon jó pozíciót teremt magának. Pillanat alatt lemegy hátsó pályán 43-ra ezzel a 180-nal. 140-et dob rá Suzuki, tehát meg kell csinálni Graves-nek, hogy meglegyen a break. Most a 11-re ment rá, de most meg 8-as dobott. Bedobja! Bedobja a 32-t. 15 nyilas dobó Graves. A semmiből jött egy 180, mint egy gömbvillám. Szépen megdobta a duplát. Százas Suzuki válasza. Közben már Bede küldi is, hogy az előző 180-nal megdőlt a tavalyi 180-as rekord, mert tavaly 20 darab 180 volt, ez meg már 21-dik volt a lányoknál. 60. Itt is volt egy tripla, de csak egy. 99. Megint egy triplás kör, ez Suzuki-nál jelentkezik. 97. És megint jön egy tripla, úgy rendszeresen egy triplás köröket dobnak. 16. Most viszont megállt a tudomány Suzuki-nál, nem jön tripla. Nincs kiszállón sem. Ó, és egyessel kezd Graves, amivel nincsen kiszállója. 95 pontja van. És most neki sem jön a tripla. 40 pont. Hatvan, 121-en marad. Megvan a tripla, dupla 8, dupla 4. Bedobja, 2-0-ra vezet Graves. Azért feldolgozta magában azt az előző. Hát és gondolt bele, hogy most már 1-0-ra vezethetne, és... Igen. És 2-0-ra, tehát gyakorlatilag egy legre lenne attól, hogy világbajnoki döntőt játszon Lisa Ashtonnal. Most meg még azért küzdenie kell ezért. Nem valószínű, hogy bárki föl fog állni egyébként. 100-as. Énekelni legalábbis. 60. 180-as lapkát, papírt, ezt annyit kapsz, amennyit akarsz, vagy hát az át, nem tudom, a BDO-nál nem tudom, hogy van. 95. A PDC-nél úgy van, hogy egy minden session előtt ki van rakva egy köteg, általában asztalonként 4-5 darab, 4-6 darab, attól függ, hogy
hogy éppen mennyi jut. Hát akkor írhat bőve. Sűrűn kell ugye kirakosgatni, ezért gyors ütemben megy a dolog, nem az, hogy minden helyre, de asztalonként a 4-6 darab ilyen papír jut, ahol elfér ugye egy sörpadra 8 ember. Úgyhogy hát azért van kipakolva általában rendesen, tehát nem úgy vagy a bejáratnál osztogatják, hanem ki van rakva a helyekre, az asztalokra, mielőtt bejönnek az emberek az eseményre. Hát gondolom, hogy itt is nagyjából ez lehet egyébként. 26. Szóval Suzuki-tól. Most megint esélye van Greece-nek, hogy akár hátsó pályáról is behúzza ezt a leget, ahhoz viszont le kéne váltani, vagy a búra, de ő azért ezt tudja. 65. Jobban tudja, mint néhány férfi játékostársa itt a mezőnyben, hogy mikor hova kell dobni. Mind a mellett tehetséges, nagyon képzett is a játékos, tehát 81. Bowie require 160. Kár a szektor hibáért. Kész játékos ő már. Makuru, you require 75. 6-os, na nézzük a 75-re Suzuki-t. 58. Ez megvan. 35 eddig. Nincs meg a dupla. 100 fölötti Greavesnek. Megvan a tripla. Az is dupla. Épp, 16. Megvan, de megvan. Az nincs meg. Makuru, you require 40. Na nézzük, dupla 20. Dupla 10. Hát pedig általában jól szokott kiszállózni, de ezt most mind a hármat elrontotta. Dupla 16. És bedobja a Greaves, és ezzel 3-0-ra nyeri ezt a szettet. 1-1. És szabályok értelmében a hölgyeknél most van szünet a döntő szett előtt, és most van szünet nálunk is a döntő szett előtt.